Köszöntöm a nézőket! A Terézvárosi magazin rendhagyó módon egy szomorú hírrel kezdődik. Április 24-én hunyt el dr. Kiss Róbert, a Terézvárosi önkormányzat képviselője, aki a baloldali pártok által állított közös listáról nyert mandátumot. A tavalyi önkormányzati választásokon a politikus terézvárosi polgármesterjelölt is volt. Dr. Kiss Róbert Szolnokon született, általános iskolába Dunakeszin járt, középiskoláit már Budapesten végezte, és egy tanulmányverseny győzteseként vették fel a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karára, de tanulmányait megszakította, és újabb egyetemet kezdett. 1988-ban jogi diplomát szerzett, majd jogtanácsosi munkát végzett. Politikai pályafutását az MDF-ben kezdte, majd belépett a Szabad Demokraták Szövetségébe, és az ottani zöldek alapító tagja volt, s lett a frakció környezetvédelmi szóvivője 1990-ben, majd a munkacsoport vezetője. Az Interparlamentáris Unió magyar csoportjában a magyar-brit, a magyar-kanadai, a magyar-latin-amerikai és a magyar-portugál baráti tagozat tagjaként tevékenykedett. Dr. Kiss Róbert 55 éves volt. Most visszaidézünk egy rövid interjú részletet a Terézvárosi magazin 2015. január 19-i adásából, amelyben Kiss Róbert életének egyik meghatározó szakaszáról beszélt. Én azt gondolom, hogy az az időszak, amelyik a legtevékenyebb volt, az a 90-től 98-ig terjedő időszak, és azon belül is a 90-es év, 90-91-es év, amikor új jogszabályokat, egy új jogrendet kellett kialakítani Magyarországon. Teljes egészében megváltoztak a jogszabályok, a törvények, és egy más jogrendnek megfelelő törvénykezést kellett kialakítani. Ebben az időszakban nagyon sok törvény volt, amit külföldi példák alapján, magyarországi tapasztalatok hiányában kellett létrehozni. Én magam részt vettem az önkormányzati törvény kialakításában, létrehozásában, a környezetvédelemmel kapcsolatos törvényeknek a kialakításában, néha milyen jogi ügyekkel is foglalkoztam, elsősorban polgári jogi kérdésekkel, természetvédelemmel, energetikai ügyekkel, és hát mivel a Műszaki Egyetem építőmérnöki karára is jártam, ezért ilyen közlekedési kérdésekkel, területfejlesztéssel, ezekkel is foglalkoztam. És az tényleg nagyon sűrű volt, mert ott reggeltől estig dolgozott az ember, hogyha nem Magyarországon volt, akkor külföldön volt éppen, és akkor nagyon rövid idő alatt, egy-két nap alatt kellett olyan tanulmányokat, meg körülményeket megismerni, amire most már nem is hiszem, hogy gondolnának az emberek, hogy ilyen tevékenységet folytathatnak, vagy folytathattak képviselők.